Boldog a jégvilágban, művészkedik hideg csipke, domlejtőjén, óborgulna fábokon, óbor csipke. Képzelhetsz ennél szebbet, szemnek, színnek égesebbet, égesebbet, édesebbet, ennél békességesebbet. Én ilyen környezetben, ó, mi szép, ó, be jó, hulla hó, hulla hó, hulla, hulla, hulla hó. Thank you.
a szüleim, és megígértük, hogy sebédezésre otthon leszünk. És tudod, ugye, hogy holnapra is készülnünk kell még? Jaj, tényleg, hiszen holnap legyen jön a Mikulás. Ki kell még pucolnunk a csizmánkat, hogy tisztán kerüljenek ki az asztalra. És szerencsé, hogy az idén még nem volt sok a sár. Bizony, nekem is ilyetnem kell, hogy segítsük a kis testvéreim a kutyatisztításban, mielőtt még valami lefekvetné őket. Rendben, holnap újra találkozunk? Igen, elmeséltem Bestnak, hogy kérdezik a Mikulástól. Jó, akkor holnap ugyanis. Szia! Tudod, hogy ezek történetek meséltek oldal, hogy milyen is volt a
az, ami előtt kevés. Kérlek, add meg nekünk a mindennapi kenyeret, és add, hogy lányaink tisztességgel férjhez mehessenek. Amen. Gyertek, lányaim, vegyük le. No, and
Hú, fehér hangos hirtik a szánt, húttonya is minket vár.
vár. Arandió és foszlós kalács kicsi gyermekekre vár. Szent Miklósnak neve napján ígérjük, hogy jók leszünk, vidám szívvel, szeretetben ünnepelj velünk. Mi vagyunk a jó Szent Miklós négy kicsi futára, ezüst csengő csilingeli, jön már nem sokára. Ezüst csengő csilingeli, a jó gyereknek féljen, ne borulva, ne gyerdőelve, tőle áldás kérjen. Csingi-ingi, a rossz gyerek, fújjon a sarokba, jó kedvünket, játékunkat bizony elrontja. Csingi-lingi, angyal testvér, hiába vizsgálom, rossz gyereknek híre hangva, nincsen itt, úgy látom. Nyíljon hát az ajtó, gyulladjon fény sukár, Thank you.
köszönöm az üdvözlésnek nekem. Tudtam, hogy már láthatok rám, ezért minden megtettem, hogy idejébe ide érkezzem hozzátok. Idefele jövök, felpakolhatunk a szeretet bolygóján számotokra kis csomagokat, amelyeket száj nélküli angyalok készítettek. Több bennük a szeretet és a rátok gondolás, mint annak maga anyagi értéke. De mielőtt ezt megkapnátok, kis intelmeteket is fűznék hozzá. Ti kisgyermekek, szívetekkel keresitek a szebbet, a jobbat, maradjatok meg ezúton. Nagyobb iskolások, ti már nem csak a szívetekkel, hanem eszetekkel is keresitek, és köszönjétek meg szüleiteknek, hogy erre az útra vezettek titeket. Aztán most pedig következzen a csomagoknak a kiosztása, amelyre megkérem a segédeimet, hogy mindannyian jöjjenek ide, és akkor ahogyan szólítom az osztályokat, mindenhonnan kettő gyerkőt jöjjön, és ő elviszi a... Azt mondja, hogy egy ár. Egy ár. Thank you.
megkönnyeztük. Köszönjük szépen nekik, nagyon-nagyon ügyesek voltatok, és jár az igazgatói dicséret, mindenkinek meg fogom írni. Köszönjük szépen a tanítónéniknek, Ibolya néninek, Márti néninek, Edith néninek, Edina néninek a felkészítő munkáját, a segítő tanároknak, akár a díszletkészítésben, akár most a műsorban a zenei kíséret, és a kedves szülőknek is, és mindenkinek köszönjük, akik hozzájárultak ehhez a gyönyörű szép műsorhoz. A műsorról felvétel készült, láthatjátok, Sisa Pista bácsi itt van, és meg lehet lesz vásárolni, szerintem ő olyan ügyes, hogy hétfőn már biztos itt lesz a DVD-kkel, úgyhogy nyugodtan lehet belőle vásárolni. És hát mivel ilyen jó gyerekek voltatok, volt köztünk és itt járt a Mikulás bácsi is, és hozott nektek sok finomságot. Örüljetek nekik, és a mai nap, a továbbiakban a kinakotokban. Én tudom, hogy mindenki nagyon készül, szülőkkel, nagyobbak már szülők nélkül, úgyhogy érezzétek jól magatokat, és mivel igazából ugye most hétvégére esik az igazi Mikulás, hát én azt kívánom nektek, hogy mindenki tudja kitisztítani a kis cipőcskéjét, és mindenkinek legyen benne otthon is valami. Ahogy én itt körülnéztem, valamiről elfelejtkezett a Mikulás bácsi, mert én egyetlen egy csomagban sem látok. Na, mit nem látok? Virgácsot. De hát úgy látszik, hogy ide csupa jó gyerek jár, úgyhogy én azt kívánom, hogy otthon kell legyen virgácsot. És akkor további szép évvel.